A Nyíri Mezőség Múzeumába invitáljuk most Önöket, hiszen szombaton tartják országszerte a múzeumok éjszakáját, és érdemes tudniuk, hogy ott is lehet éjszakázni, hogy pontosan hol, hát Tiszavasváriban, ráadásul igazi veterán motorok között. Erről beszélgetek vendégeimmel, hiszen itt van velem Balogh Tamás, aki a múzeum képviseletében már-már visszajáró vendégem vagy, valamint Maróti József, motorkerékpár gyűjtő. Szép estét nektek, üdvözöllek titeket. Jó estét mindenki. Nos, hát a múzeumok éjszakájáról már nem is tudom, hanyadik éve folyamatosan beszámolunk itt a Weekendbe. Tiszavasvári hanyadik alkalommal csatlakozott ehhez a rendezvényhez? Idén 9. alkalommal csatlakoztunk a múzeumok éjszakájához. Ejha, és hogyan volt a fejlődés? Gondolva az, hogy ez egy pici kis rendezvényként indul, most meg már kinőtte magát egy hatalmas rendezvényé? Hogyan emlékeztek vissza? Ez valóban így van, tehát az országos tendenciával együtt mi is évről évre azt tapasztaljuk, hogy egy nagyon népszerű, sok embert megmozgató, igazán színvonalas program. Nagyon tetszik az embereknek, és egy, tehát abszolút azt tudjuk mondani, hogy évről évre többet és újabbat tudunk mi is mutatni, és új arcokat is tudunk felfedezni a látogatóink között. Nagyon sok település, vagy éppen múzeum, aki úgy dönt, hogy megrendezi a múzeumok éjszakáját, valahogy így tematizálja az adott évi dolgot, és ugye említettem is, hogy veterán motorok várhatóak. Hogyan, milyen keretek között, és egyáltalán honnan a találkozó Józseffel? Ugye minden évben ez a kiállítás, ami az időszaki kiállítást jelenti, a nyár kiállítása, az mindig egy kicsit könnyedebb. Ugye a mi múzeumunk a Nyíri Mezőség Tájegység néprajzi múltját mutatja be, ugye gyártörténet, ipartechnika, történeti kiállítás, régészet, és mindig szeretünk egy kicsit elmozdulni és olyan dolgot mutatni, ami a múlt az emberek részét képezte. Tavaly például vasúttörténeti kiállítás volt, ugye vasúton szerintem mindenki utazik. Idén pedig úgy gondoltuk, hogy a magyar motorgyártás méltán híres múltját mutatjuk be, és így jött a találkozás Maróti Júlékkal, és én nagyon örülök, hogy sikerült létrehozni ezt a kiállítást, amely ugye szombaton fog megnyílni. Ez a motorkerékpár nem a Józsefé, de nagyon-nagyon-nagyon csínos, ha mondhatom így, ilyen hosszú ível, mert tényleg egy ilyen, hát nem mai darab vajon meg őszintén így első ránézésre, lehet, hogy öregebb, mint én, sőt, biztos, hogy öregebb, mint én. József, mint motorkerékpár gyűjtő, önök, ti, bocsánat, hogyan képviselitek magatokat majd Tiszavasváriban szombaton, és egyáltalán miért is fontos a ti életetekben, hogy itt ebben a térségben is megmutatkozhattok Budapest után? Hát szívemhez nagyon közel állt ez a felkérés, hogy elhozhattuk az egyik úgynevezett vándorkiállításunkat, ami a magyar motorkerékpár technika történetét öleli föl, mert nagyon sokan, még akik a motorkerékpározással foglalkoznak, azok sem tudják és nincsenek tisztában azzal, hogy Magyarországon milyen komoly és nagy múltú motorkerékpárgyárak és motorkerékpár alkotók voltak. És ennek egy picike kis szeletjét próbáljuk most itt bemutatni a múzeum segítségével, mert én úgy gondolom, hogy a történelmi múltunkat mindnyájan minél jobban megismerjük, annál büszkébbek lehetünk rá. Tehát 1956 az mindenkinek október 23-ával folyt össze, de én úgy gondolom, hogy a motorkerékpár szerelmeseinek a júniusi Montélibe a 24 órás verseny az bebizonyíthatta, hogy egy kategória győzelmet értek el 250-es köpcentivel, Pannoniával. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan fegyvertény volt abban az időben, hogy bebizonyította, hogy akkor és néhány évvel később is a magyar motorkerékpár gyártás milyen szinten volt a világviszonylathoz képest. Nem tudom, hogy milyen jellegű élményekre számíthatnak a Tiszavasváriba kilátogatók. Tehát ténylegesen ilyen motorkerékpárokat is láthatunk, és ugye technikai jellegű kiállítást, fotókat, vagy miket? Ez tablókra van, korabeli fényképek felmontírozva, tehát nagyon szépen meg vannak dizájnolva, illetve bemutatjuk a fejlődést. De nem csak a motorkerékpárokról, hanem az emberekről, a motorsportról, a technikájuknak a kialakulásáról is információt kaphatnak az érdeklődők, illetve hogyha lesz rá igény, akkor néhány perces előadást is tudunk ott biztosítani. Ami számomra megdöbbentő, ugye
fiatal hölgy létemre, egyrészt nem nagyon értek a motorkerékpárokhoz, másrészt, ahogy pont ezt a könyvet, amiről a kolléga nyitja a képet folyamatosan, belelapoztam, és egy lóerős motorokkal kezdődik az egész, hát ugye megmosolyogtatott engem is. Tényleg tisztában kell lenni a múltunkkal ilyen szinten, és milyen különlegességekre hívja fel esetleg a kiállítás a figyelmünket? Hát elhelyezi az adott korba a magyar motorkerékpárokat. Uh-huh. Van olyan motorkerékpár, ami 100 köbcentiméteres, és 1940-es években átlagba ment 100 kilométeres sebességgel. Tehát nagyon büszkék lehetünk mi a magyar motorkerékpár történelmünkre, csak ismerjük meg. Ez a motorkerékpár is nagyon sokan szidják, de én úgy gondolom, hogy abban a korban, amikor ez a motorkerékpár készült, egy ragyogó kis konstrukció volt, de azt tudni kell, hogy a Berva és a Panni az három gyárba készült, mert Székesfehérvár vadásztölténybár hadi gyárba készült a blokk, és a váz az Egerbe, Felnémeden szintén egy hadi gyárba készült, a Panni először Csepeli kerékpárgyárba készült, majd utána az is Felnémedre került. Nagyon nehéz körülmények között tudták ezeket a gépeket elkészíteni, mert abban az időben a tömegigények kielégítése volt az elsődleges szempont, tehát ebbe beletartozik ugye a teherautó, a busz, a vonat, de a motorkerékpár az nem a tömegigények kielégítését szolgálta, de voltak olyan emberek, olyan elhivatott emberek Magyarországon, akik célul tűzték ki, hogy igenis legyen, ha... Szóval megpróbáltak minden áron motorkerékpárt készíteni, és ez nagyon szép dolog, és tiszteletre méltó. Én azt veszem észre, hogy a retro az mindenkinek amúgy mást jelent, hiszen ki hány éves, de hogy a retro különböző szférákban mindig visszajön. Én 4 vagy 5 évvel ezelőtt vettem magamnak egy kerékpárt, és akkor nagyon nagy kultusza volt már, hogy a régi motorkerékpárokat választották inkább az emberek, és én azt látom, hogy egyre gyakoribb, hogy tényleg ilyen 20-30 éves motorokat előszednek az emberek, felújítgatják, és azt mondják, hogy ezzel robogunk át a településen. De nem feltétlen csak a veterán motorokról kell szólnunk, hiszen van még 2 percünk. Milyen jellegű programokkal várjátok az érdeklődőket? Most lesz-e húzónév, húzóelőadó, esetleg koncert, zene, kiállítás? Mindenképpen ugye az év legnagyobb rendezvénye a múzeumunkban, abszolút a múzeumok éjszakája. Délután 4 órakor nyílik a kiállítás, 6 órától a Karmapirin lép a színpadra, szerintem a nyíregyházi és a megyebeli televízió nézők biztosan ismerik a Karmapirin. Sőt, akkor a Karmapirin turnét rendez magának, mert, este hiszen este Nyíregyházán lesznek. De ami a legnagyobb természetesen nálunk, a Kowalski meg a Vega élő ingyenes koncertje a Szent Mihály téren este 8 órától. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy 9:30-tól tűzugrás, éjszaka táncház és éjszakai tálatvezetés kiállítások, úgyhogy egészen hajnal 2-3 óráig nyitva áll a múzeum a nagy közönség számára, és szeretettel várunk mindenkit Tiszaosváriban. Már csak a veterán motorok és a kiállítás miatt is érdekes lesz akkor elmenni Tiszaosváriba. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.